Kalapácsok, gondosan előre csomagolt diók és lelkes versenyzők a fűzfői csillagvizsgálóban. A Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete első alkalommal rendezte meg a Városi Diótörő Bajnokságot. Nagy volt az érdeklődés, 12 csapat nevezett. Az esemény ötletgazdája Pintér István elnökségi tag köszöntötte a versenyzőket és a szurkolókat. Elmondta, hogy a közösségépítés mellett a csillagvizsgáló programjait kívánták színesíteni, és hogy a jövőben akár idegenforgalmi attrakcióvá fejlesztenék az eseményt. Bemutatta Dankó Józsefet, az ország egyik legnagyobb dióültetvényének ügyvezetőjét, aki felajánlotta az alapanyagot. Majd a csapatok kisorsolták a diócsomagokat és a rajthelyeket, aztán elindulhatott a verseny. Figyelem, 3, 2, 1, start! A zsűri nem csak a gyorsaságot figyelte, plusz pontokat jelentett, ha a tisztítás után egyben maradt a dióbél. Miért gondolták, hogy indulnak ezen a diótörő versenyen? Jó családi programnak tűnt a kiírás. Ennyi. És milyen érzés volt diót törni? Már nagyon sokat gyakoroltunk otthon, úgyhogy könnyebb volt, mint az otthoni, vékonyabb a héja. És te törtél, vagy inkább pucoltad? Törtem. És hogy sikerült, hogy érzed? Szerintem jó lesz. Az alapszakasz után a legjobb 4 csapat állt, vagyis guggolt, illetve ült a tuskók mellé. A szünetben Dankó József rövid ismertetőt tartott a legismertebb diófajtákról. Szólt arról is, hogy jól előkészített, tehát szárított és tisztított. Igazi magyar fajtát, az úgynevezett milotai tízest törik a fűzfőiek. Magyarország legjobb diófajtájának tartjuk. Nagyon jó minőségű diót, export diót tudunk belőle előállítani, illetve exportra küldeni. Méretes, fehér a bele, és nagyon jó ízű. Miért gondolta azt, hogy támogatni fogja ezt a diótörő versenyt itt Füszfön? Hát azért, mert ezzel foglalkozom. 250 hektárnyi diósunk van, közel 25 ezer fával foglalkozunk, és ennek a termését készítjük elő most a tavasz időben, tehát metszünk, permetezünk, és szeptembertől október közepéig tart a szüreti szezon. A versenyben résztvevő minden csapat emléklapot és apró figyelmességeket kapott a szervezőktől. A legjobb diótörő csapat egy kis rádiót, a második egy diótortát, a harmadik pedig egy üveg diólikört kapott. A tervek szerint a jövő évben is megrendezik a versenyt.